jelentem ma este női többség van a nap hírében. Jaj, az egyszer Murányi Andrásunk képviseli a férfiakat. Jó estét kívánok, és legyetek nektek is. Legyetek kíméletesek, szíves. Köszönöm szépen. Zoom.hu, Iván Júlia, Amnesty International igazgatója, illetve Hercsel Adél, a HVG újságírója, és azért érdekes, mert majd témánk lesz az, hogy hát az apákkal akar konzultálni Orbán Viktor. De ezt most csak úgy belengetem, hogy ízlelgessük ezt, hogy az apákkal, de azért tényleg a nap híre az az volt, hogy elfogadták akkor ezt a 7. alaptörvénymódosítást, meg a stop sorost is, ezzel kezdünk, mutatunk egy összefoglalót. A Fidesz teljesítette az egyetlen deklarált választási ígéretét, és elfogadta az úgynevezett stop soros törvénycsomagot. Az Amnesty International szerint különösen kegyetlen, hogy a menedékkérők előtt a magyar határt lényegében lezáró alaptörvénymódosítást és a nekik segítőket börtönbe jutató stop soros elnevezési törvényjavaslatcsomag elfogadását menekültek világnapjára időzítette a kormány. Egyéb iránt Tellerede, Faludi György, Mindszenty József, Kétli Anna, Asner Lipót, Teleki Blanka, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Xántusz Lajos és Karádi Katalin. 10 olyan magyar, akik meghatározó szerepet játszottak a történelmünkben. Az is közös bennük, hogy el kellett menekülniük Magyarországról, és egy másik országban kellett újrakezdeniük az életüket. Hát lehet, hogy el fogtok engem küldeni melegebb éghajlatra, de azon gondolkodtam, hogy nem lehet, hogy az van, hogy annyit beszéltünk már ezekről az ügyekről. Most unblock, tudtuk, hogy lesz egy stop soros, hogyha nyer a Fidesz, különösen ha kétharmaddal. A gyülekezési törvény szigorításáról is már többször volt szó, a hajléktalansággal is már nagyon sokszor próbálkoztak, hogy annyit beszéltünk ezekről a témákról, ügyekről, hogy mire elfogadta, egyszerűen unalmassá vált. Most és már mindenki nekem azt kéne mondanom, hogy igen, de nem. Én ezen még mérhetetlenül fel tudom húzni fel magam. Bocsánat, hogy magamhoz ragadtam a szót, mert nem illik hát, én is. Tehát, hogy ez a legalljasabb törvény, amit az elmúlt években elfogadtak. Szerintem nyugodtan lehet azt mondani, hogy az elmúlt 8 év legalljasabb ennek törvény. Ennek a hatalmas salátának melyik kis levelére gondolsz? Hát én most kimondottan a stop sorosra gondolok. Tehát, hogy amikor gyakorlatilag törvényi erőre emelkedik az, hogy gyakorlatilag hazárulássá minősítik azt, amikor valaki az elesetteken és a menekülőkön és a kiszolgáltatottakon próbál segíteni. Hát legalábbis BTK tényállás. De még ennél is rosszabb. Van egy kormány, amelyik azt mondja, hogy mi most éppen keresztény demokráciát építünk, megjegyzem, eddig is 8 évig keresztény demokrata képviselők voltak ebben a kormányban, és ez a keresztény demokrata szellemiség, vagy azt építő kormány azt mondja, hogy akkor mindenki, aki van, aki azok a szervezetek, azok az emberek, akik segítenek ezekbe a bajba, ezeken a bajba jutottakon, azok mindenféle kriminális tényállást követnek el, akiket meg kell büntetni, meg kell adóztatni, be kell zárni, fel kell matricázni, nem tudom, mit kell velük csinálni. Tehát komolyan mondom, ez most nagyon higgadt lennék, akkor azt mondom, hogy ez ilyen teljesen ilyen fasiszta ideológiákból kiinduló álláspont, ez a klasszikus kirekesztés, ez a klasszikus elnyomás, gettósítás, ez olyan mértékben fölháborító, hogy nekem most nagyon higgadtak és neutrálisnak kéne lennem, de képtelen vagyok rá. És az egész a keresztény demokrácia szellemiségéből kiindulva azok az emberek, még egyszer mondom, akik kvázi keresztény demokratikus alapokon segítenek a bajba jutottaknak, mert segítenek ezek menekült embereknek, akiknek szétrombolták a házát, meg nem tudom, hogy miket csináltak velük. De ráadásul ugye itt a démonizálás két irányba történik, mert ugye a stop soros megbélyegzi magukat a menekülteket, és a civileket is, akik próbálnak rajtuk segíteni. Ráadásul itt ugye az egész egy hülyeség ez az egész törvény, ugyanis gyakorlatilag nem nagyon vonatkozik senkire, mert ugye az illegális bevándorlás, meg a nem tudom, a csempészés, tehát hogy az eddig is, vagy az emberkereskedelem az eddig is illegális volt, de gyakorlatilag ez a törvény semmi másra nem jó, mint a civilek vegzálására, arra, hogy az, aki szeretne segíteni, annak elvegyék a kedvét, és hogy démonizálja még jobban a menekülteket, akik már így is eléggé démonizálva vannak a kormány propagandáltal. Mégis mondjuk jó szándékkal pár tucat ember volt ott a parlament előtt a Kossuth téren ma, hogy tiltakozzon? Hát, turistákkal együtt, meg a közeli fajlatozóból kívül emberekkel együtt. Teljesen irreleváns, hogy hányan voltak ott egy nagyon kevéssé megszervezett tüntetésen, mert minthogy ez nem oszt, nem szoroz. Én azt gondolom, hogy ami ebben a mai napban egyébként tényleg rettenetes, az az, hogy a cinizmus az olyan fokra hágott, hogy tényleg a menekültek világnapján, ami arról szól, hogy az ENSZ felismeri, hogy ezek az emberek minden társadalomnak a legelesettebbjei, hiszen az otthonukat, a kultúráikat, a gyökereiket vesztik. Azon a világnapon, amit tisztességes helyeken megünnepelnek, programsorozatok vannak,
azon a napon arról döntenek, hogy például az én munkatársaim, vagy akár én magam, vagy bárki, aki egyébként velünk együtt dolgozik, vagy lehoztok ti is egy cikket, mert hogy miért ne tájékoztatnátok bárkit arról, hogy mi történik Magyarországon, az büntethető. Szerintem, szóval, hogy ez egy olyan lépcsőfok, aminek én egyelőre még nem fogtam fel, hogy milyen azok, hogy nagyon szomorú pedig pont vagyok. Ezt akartam kérdezni, hogy ez akkor innentől alapjaiban alakítja át a ti mindennapjaitokat, a munkátokat, a módszereiteket? Tehát nagyon nem tudunk átalakulni, mert hogy tényleg a nyilvánosság előtt végezzük a munkánkat, és nem is szándékozunk egyébként ezen változtatni, tehát hogy nem fogunk megfutamodni. Az a rettenetes, hogy nyilván jöhet az, hogy a rendőrség házkutatást tart, emlékszünk még a norvég civil alap esetében az ökotársnál, tehát hogy mi erre készülünk, hogy simán lehet, hogy ilyen hatósági vegzálásnak lesz kitéve sok olyan szervezet, akit már hollik szóvivő úr is felmatricázott. Egyébként szerintem nagyon jó az, amit mondtál, hogy ez kezd olyan lenni, mint amilyen történetekkel egyébként a menekültek érkeznek be egy menedékjogi eljárásba. Nekem sok olyan ügyfelem volt, aki mondjuk afrikai országból érkezett, polgári jogi, emberi jogi aktivista volt és ügyvéd, és pont ugyanilyen dolgokról számolt be. Tehát, hogy az a durva, mert hogy volt egy civil szervezete, börtönbe zárták, megkínozták a feleségét, megerőszakolták, stb. Nyilván lehet fokozni, de azért az, hogy ez Európa közepén történik, egy olyan országban, ami tényleg a világ legboldogabb elitjének önként is dalolva kellene, hogy a része legyen, és tényleg ez az egyetlen választási ígéret, hát könyörgöm, tehát, hogy szóval, hogy egészen elképesztő. És akkor most hogyan tovább? Tehát, hogy... Egyébként ez egészen elképesztő, hogy ugye azt írtam, hogy publicisztikában éppen most, hogy Magyarország megszűnt, és nyilván nem is gondoltam elsően nagyon komolyan, amikor ezt leírtam, persze igen, de hogy azért szűnt meg, mert amikor nem tudom, most kicsiben megnézzük, Hollik István kereszténydemokrata képviselő, szóval kicsoda? És mit? Nem is képviselő. Bocsánat, már ki is esett a parlamentről, bocsánat, hanem igen, köszönöm szépen. Nagy kis csicska. Kereszténydemokrata politikus oda megy, milyen alapon megy bárkihez matricázni, felcímkézni? Sárga csillagot öreg nem akarsz oda varni valakinek? Nem akarod elvitetni, nem akarod belelőni a Dunába, mert hogy egy agresszív migráns, egy terrorista? Miközben menekültekről van szó, de ez az egyik része. A másik része az, hogy van egy ilyen végtelenül aljas, cinikus, azt is mondhatnám, hogy gusztustalan elvek mentén gondolkodó kormány, legalábbis ebben a tekintetben feltétlenül. És azt tudjuk, hogy ezt megcsinálja. Ugye ezt tervezték még választás előtt. Azt mondták, hogy majd április 9-én már Gulyás Gergely, Kovács Zoltán bejelentette, hogy igen, ezt azonnal terítékre fogjuk tenni, és még most a parlamenti ciklusban már az első részében átverjük. Tehát erre föl lehetett készülni, és itt szeretnék egy picit átkötni az ellenzékre. Szóval, hogy ezt április 9-én lehetett tudni, hogy van egy olyan kormány, amelyik ezt a mocskot végre fogja hajtani. Ez az emberiesség elleni mocsok. Ezt végre fogja hajtani. És azok az emberek, akik ezzel ellen tehettek volna, bocsánat, április 8-a óta volt 3 tüntetés. Abból 200,000 körüli volt. Hát és volt azt egy, se volt egy, volt egy jelentékeny tömeg, amelyik részben a stopsoros miatt, részint a kormány miatt, részint a bármilyen elégedetlenség miatt. Kiment az utca, és azt, hogy jó napot kívánok, nekem ebből elegem van. Van 2,5 millió olyan ember Magyarországon, aki azt mondta, hogy neki nem kell a Fidesz kormány. Rendben van, itt van a Fidesz kormány. Hogyan határozzuk meg magunkat ezzel a kormánnyal szemben? Hát könyörgöm, ha én mindenki azt mondta április 9-dik után, hogy hú, azonnal politikát kell váltani, meg össze kell fogni, meg ernyőszervezet, meg a civilekkel összefogunk, és akkor jaj, de szuper lesz, és akkor majd fellép Orbán Viktor, hát mikor, ha nem most? Volt erre 2 hónap. Mindenki azzal van elfoglalva, hogy jaj, én leszek-e az elnök helyettes, és akkor ki lesz a választmányi elnök, meg akkor az Ákost, a hatházi Ákost, aki mindjárt szóba kerül. Hát ő meg buta volt, mert össze akart fogni az ellenzék, és kikért, sőt, hát egyáltalán ne is legyen Magyarországon, sőt, egész Európából tiltsuk ki. Erről szól ez az egész történet. És ezek az emberek magukkal vannak elfoglalva, töketlenek, semmit az égvilágon nem tesznek azért, hogy ezt artikulálják, bocsánat, és az a vége. Utolsó mondat, azt hiszem, befejezem, hogy Latorcai János felteszi szavazásra a kérdést, elfogadják, és mennek tovább. Nem történt semmi? Arra, amit az András mond, egyébként volt próbálkozás a háttérben? Hogy a civilek, az ellenzék ez ellen konkrétan ilyen ügyben valamit kitaláljon? Voltak megkeresések, például a Bőszanet keresett meg több civil szervezetet, de ott is egyeseket kiválasztottak. Most miért mosolyogsz? Amire az a válasz egy ellenzéki párt. Csak az nem a legnagyobb a közül való. Az a válasz érkezett tőlünk például, hogy szeretnénk, szívesen beszélgetünk az ellenzéki pártokkal, de akkor, hogyha nem a legkisebb egy szem, két szem liberális van ott, hanem akkor legyen ott az összes ellenzéki párt,
Ugyanez a kísérlet egyébként a Jobbik részéről is megtörtént, vagyis megkerestek többünket, és ehhez képest különösen érdekes az, hogy a Jobbik megszavazta ma ezt a módosítást. Tehát, hogy mert hogy szerintük ez annyira betarthatatlan és végrehajthatatlan, igen, hogy nem fog, igen, nem lesz itt semmi, igen, probléma. Szerintem ez egy teljesen téves álláspont, tehát a Jobbik sem tudja, hogy milyen irányba akar mozdulni. Én azt gondolom, hogy nem a civileknek a hátán kell összeszednie magát és felmásznia ezeknek a szerencsétlen ellenzéki politikusoknak. Tisztelet a kivételnek, aki nem szerencsétlen, de tényleg elég sok a bénázás. Arra a kérdésedre, hogy hogyan tovább, szerintem egyébként lehet, hogy a politikai pártoktól függetlenül, de hogy igenis mindenki legyen aktivista, lépjen be olyan szervezetekbe, amelyeket támadnak. Én gondolkoztam, hogy hozzak olyan amnestis pólót, amin egyébként az I welcome, a menekülteket befogadjuk kampányunknak a szlogenje van, aminek annyi az angol szöveg, hogy olyan emberek közé tartozom, akik befogadják a menekülőket. Ennyi. És lehet, hogy egy ilyen póló viselésért majd börtönbüntetés jár, álljunk elébe, de tényleg, tehát, hogy ez egy gag, tehát, hogy... Egyébként érdekes, mert tegnap a te helyeden Herényi Károly ült, és így derült ki az adásban. Nem, ide kapcsolódik azért. Cseréljük helyet. Nem, pont pozitív példaként akarom említeni, hogy így derült ki, hogy ő belépett, és önkéntes szociális munkás lett az oltalomnál. Nagyon helyes. Pont tök ilyen jó megfontolásból. Mondjuk akkor lépjen be a Menedék Egyesületbe, igen, meg az Amnestybe, vagy a Helsinki támogassa, tehát hogy azokat, akiket ugye most a legdurvábban, de már az oltalom is egy tök megoldás. Azért azt is elfogadod. Mert az Iványi, okay, abszolút terület. És bocsánat, ha már itt tartunk tényleg, és nem akarom, látom, hogy abszolút pirosban vagyunk, hogy megint kezded ezt a pirosodást. Tudom, persze. Szóval van egy probléma, ha ez miközben, ugye, ahogy szoktam mondani, Észak-Kelet Magyarországon ennél jóval nagyobb problémák vannak. Gyerekek éheznek, vályog kuckóba laknak, nincs mit enniük, nem látnak, cukorbetegek lesznek, nem tudom, egy csomó minden. Senki nem tud foglalkozni velük, oda mennek ugyanígy önkéntesek, például a Tarnapodi Különítmény Horgas Péter Szemere Kata, oda mennek, visznek enni, de haza kell jönni egyszer, és azt a probléma halmazt nem tudják megoldani. Gigapénz van ebben az országban, amit el lehetne költeni mindenfélére, és nem oda teszik azokat a pénzeket, ahol valóban a hely lenne ezeknek a pénzeknek, és elnézést, csak tényleg azért lendültem bele, mert ez csak az egyik nagyon fontos eleme a magyar társadalomnak, de a másik, amire még lehetne fókuszálni, és hasonló probléma, az például ez, és most be is fejeztem egy darabig. Amire nekünk mindig van pénzünk, az a nemzeti konzultáció. Mindig van 1-2 milliárd, amit el lehet költeni. Most újabb konzultáció következik, megmutatjuk, hogy milyen témában. Nemzeti konzultációt készít elő a kormány arról, hogy milyen kihívásokat élnek meg a magyar férfiak az otthonteremtéskor, a munka és a család egyensúlyának kialakításáról. Nem mindegy, hogy milyen férfi és apakép uralkodik a társadalomban. A stabil párkapcsolatok felbomlása miatt a felnövekvő gyermekek 1/4 Magyarországon folyamatos apahiányban él. Az elmúlt 5 évben tehát erősödött a hagyományos apakép, a kenyérkereső férfi ideája, a válság a kenyérkereső apa iránti elvárást növelte meg, jelentette ki Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója, az apák szerepéről szóró felméréseket ismertetve. Na, kezdjük azzal, hogy tisztázzuk a státuszokat. Nálam nincs még gyermek. Nálam sincs. Nekem egy van. Nekem kettő. Na, ez már nem rossz, szerintem, így Fidesz-KDNP szempontból. Ha én ott rossz káder lennék, mert akkor még nem 3 van, vagy 4. Még lehet? Pont ezt kérdezi, tőled Orbán Viktor, hogy mi kell ahhoz, hogy legyen. Bár ugye a dolog onnan indult, hogy a nőkkel mondjuk szeretne. Egyébként, hogyha nem akarjuk elviccelni ezt a témát, én sose értettem azt, amikor vannak mindenféle nemzeti konzultációk, meg felmérések, és akkor így külön kezdjük el vizsgálni, hogy a nők, meg a férfiak, tehát mintha ez nem egy közös probléma lenne, az, hogy mondjuk hogyan tudunk családot összehozni. Tehát, hogy ha már konzultációk, akkor kérdezzék meg talán együtt a férfiakat és a nőket, talán ez egy kicsit praktikusabb lenne, de egyébként most a másik dolog, ugye aktuális hír a figyelő most a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézetének munkatársait listázta. És ugye például egészen döbbenetes az, hogy az ott dolgozó munkatársak például 20 éve próbálnak pályázni egy olyan kutatásra, ami megnézné mondjuk azt, hogy hogy áll most a családon belüli erőszak, vagy a bántalmazás kérdése.
kérdése. És ugye, hát tudjuk azt, hogy kb. A magyar társadalomban a nők harmada kb. Él, tehát mondjuk nagyon súlyos abúzusokat, és ez például az egyik nagyon nagy probléma. Tehát lehet itt cukiskodni azzal, hogy mondjuk így apák így vagy úgy, de ez nem vezet el sehova, tehát tulajdonképpen azt gondolom, ha már ez egy feladat, és az állam szeretné tudni, hogy mi a helyzet a családokkal, akkor szépen adjon pénzt a Társadalomtudományi Intézetben dolgozó MTA-s kutatóknak, hogy ők egyébként tényleg felmérjék azt, hogy mi a helyzet, és a családkutatásokat nem szokták finanszírozni, tehát ezt lehet ugye, tudni. Ugye Varga István szíves közléséből tudjuk, hogy azért van családon belül erőszak, mert nem születik 3-4-5 gyerek egy családban. Ha vagy többnyire mondjuk, ezt úgy lehetnénk megfordítani, hogy egy csomó gyerek inkább pont, hogy családon belül erőszakból születik, ha már ezzel így lehet vitatkozni, csak hogy így felvessük a realitásokat. Tehát ez nyilván megint egy tök fölösleges dolog, és egyébként, hogyha meg azt nézzük, hogy mi a valóság, most a Friedrich Ebert Stiftungnak volt egy kutatása arról, hogy mi is a nők problémája Magyarországon. És ugye most említettem a családon belüli erőszakot, az is egy nagyon súlyos probléma, de elsősorban a gondoskodási feladatok ellátása az, ami iszonyatosan nyomja a nőknek a vállát, és ez tűnik most az egyes számú problémának. Mert hogy egyszerre kell gondoskodni a gyerekekről, meg az szülőkről is. Tehát, hogyha valakinek van mondjuk egy beteg gyermeke, egy idős nagymama, szülők, stb., akkor ez a családokra hárul, és azon belül is a nők feladata. Tehát igazából, hogyha valamit szerintem meg kéne nézni, akkor például azt, hogy mondjuk a férfiak hol van, meg az apák hol vannak mindeközben, amikor kialakulnak ezek a helyzetek. De ugye ez a nők szerepe valójában, vagy az anyáké, tehát hogy megint ugye fordítva ül a lovon talán a miniszterelnök úr, vagy a konzultációs brigád, hiába a nőkkel akart paktumot kötni. Egyébként így indult, ez tényleg érdekes. De hogy megint a férfiak, tehát ennél jobb szerintem, tehát a macsóista ilyen férfi dominanciájú társadalomra kevés jobb példa van, mint az, hogy bejelentjük, hogy a nőkkel szövetséget kötünk, majd megkérdezzük apát, hogy egyébként mi van a nővel otthon, tehát hogy látod a családot. Tehát, hogy én nem, tehát, hogy egyébként én azt mondanám, csak ugye kérdeztem 3 perccel ezelőtt, hogy én mit válaszolnék, én azt, hogy kérdezzék meg a nőket, én csak ezt tudnám válaszolni. Mert nyilván egy... Jó, de most ez egy közös döntés normális esetben, azért nyilván nem. Tehát, hogy... De ez egy akkora humbug, tehát megint elköltünk, nem akarok demagóg lenni, vagy demagóg ellenzéki politikus lenni, nem vagyok az. De hogy megint milliárdokat elköltünk egy semmire, aminek úgyis az lesz a vége, hogy kihoz a kormány 3 üzenetet ebből, amit nyomni akar. Fontos az apa, kellenek az apák. És akkor majd Novák Katalin államtitkár majd bejelenti, hogy ez meg az meg amaz, miközben... De ez az érdekes kérdés, hogy mi lesz vajon a igen, a de most mi? Óvodai férőhely, vagy bölcsődei férőhely, benne van az alaptörvényben, ha jól emlékszem, hogy a gyerek köteles gondoskodni igen, a szülőkről, meg egyébként, szóval az egész egy teljesen konfúz történet. Nem, hogy nincs rendben rakva, az egész nincs, a kérdés nincs átgondolva, nem, hogy az egész koncepció, bár a kérdés nincs átgondolva, azért nincs átgondolva, mert ugyanazt a szisztémát követi a kormány, bedob 3, nem tudom, akkor most kormánylapokban, egyebekben erről fog szólni, hogy mi milyen jó fejek vagyunk, keresztény demokraták, szükségünk van arra, hogy a férfiak visszak. Képzeljük el, hogy van ott még egy szék, és ott ül Novák Katalin, és én vagyok a magyar hangja, jó? No. Mert akkor azt mondaná, hogy nem igaz, mert a bölcsődei férőhelyeket tovább növeljük, a 2 gyerekesek után a családi adókedvezmény az most már havi 40 000 forint lesz, és minden lehetőséget a férfiaknak is megadunk, a gyed extra család, mindent kaphatnak már férfiak is, szabadságra is mehetnek, mindent megteszünk, ami tőlünk telik. Na jó, csak ugye itt megint az van, hogy nem csak Novák Katalinnak kellene ülni ebben a székben, mert ugye ezt mi önálló családpolitikaként, mint olyan, tehát ezt nem lehet megoldani, tehát hogy egyszerűen ehhez olyan sok mindenhez kellene hozzányúlni, tehát akkor itt kellene ülnie minimum Varga Mihálynak, és tehát hogy ezek ezen múlik, mi hozunk széket egyébként, tényleg mindenkit a kormányban. Úgyhogy például én örülnék neki, hogyha ő is itt ülne, mert egyébként egy csomó minden gazdasági kérdés, tehát hogy most itt az adókedvezményről volt szó, hogy itt megint előjön a klasszikus dilemma, hogy igen, ez megint csak ugye a felső középosztálybeli családoknak jelent támogatást, hogy növelik az adókedvezményt, de mi van azzal, aki közmunkából próbálja fönntartani a családot, stb. Hát meg én mondjuk, bár nincs gyermekem, de nagyon sok kisgyerekes barátom, barátnőmtől hallom azt, hogy a bölcsi sincs ingyen. Tehát, hogy az van, hogy viszed a biztonsági csomagot, a gyümölcsöt, és konkrétan úgy, fizet. Tehát, hogy azért ne csináljunk már úgy, mintha ez egy tényleg jól működő, tényleg elérhető rendszer lenne. Arról nem is beszélve, hogy kérdezzék meg mondjuk a 25 és 40 év közötti fiatalokat, hogy amellett, hogy mindenki tényleg hajtja magát, és a belét kidolgozza,
félre tud-e tenni a hó végén, uh-huh. és mondjuk nyugodtan dőlhet-e. Volt a Vimin.hu-n egy nagyon jó cikk, azt hiszem a Szőcs Lilától, hogy így addig, ameddig örülök, hogy nem romlik el a mosógép, vagy a biciklimet nem lopják el, vagy az autóm nem megy tönkre, mert nem tudnám fedezni, addig nem biztos, hogy az lesz annak a 30 évesnek a gondolata, hogy ő most egy gyereket szeretne vállalni, uh-huh. mert hogy nem tudja felelősen ennek a gondolata. Hát, magánbölcs, de Budapesten havonta egy ilyen 50, 60, 70, 80 ezer forint simán, és ráadásul ugye az óvoda, meg az iskola is úgy van, hogy így különböző jogcímeken mindig kérnek valami kis hozzájárulást, de tulajdonképpen itt az ember folyamatosan a dobálja. Dobálja be a borítékot. Jó, azért azt is nézzük meg, hogy a mi nézőink mit gondolnak erről a nemzeti konzultációról, mert hogy ez volt a nap kérdése ma, hogy is, hogy akkor mit gondolnak önök arra, hogy a férfiakat, az apákat is szeretném megkérdezni erről a kormány, és hát csupán 10%-a a nézőinknek mondta azt, hogy ez rendben van, költsük erre a közpénzt, és 90% mondta azt, hogy talán az egészségügyről és az oktatásról kellene érdemi konzultációt tartani, ezt már csak én teszem hozzá, hogy és nem csak konzultálni kellene. Igen, ezekről sem. Tehát, hogy igen. Jó, akkor viszont most egy másik érdekes grafikont mutatunk meg, ez meg a nap grafikonja lesz, hát túl sok jó hírrel ebben sem tudunk szolgálni, mert hogy elkészült a legfrissebb korrupció érzékelési index az Eurostat és a Transparency International jóvoltából. Úgy kell értelmeznünk ezt, amit most látunk, hogy minél magasabb 100-hoz közelítő ez az arányszám, annál tisztábbnak látják a magyarok korrupció szempontjából, meg a többi ország lakói a helyzetet, és minél jobban zuhan, annál magasabb fokú korrupciót érzékelnek, úgyhogy ez a piros csík, amit Magyarországnál látunk, ez nem jó hír, hogy 2014 óta egyre súlyosabbnak érzékelik a magyarok a korrupciós helyzetet, és ahogy látjuk, már Románia, Szlovákia és Csehország is előtt jár, és ilyenkor mindig feltesszük azt a kérdést, hogy tudják, értik, mert sok korrupciós ügynél azt mondjuk, hogy ez annyira bonyolult, hogy ezt már senki nem érti, letelepedési kötvények, meg lámpák, meg ilyesmi. Nem igaz. Értik, átlátják, azt állapoznak. Én ezt sosem fogom megérteni, tehát hogy meg lehetett nyerni egy választást 2010-ben azzal, hogy nokiás doboz. Ezt már lehet, hogy éppen itt mondom. Azért nem egy bonyolult sztori ez, hogy nokiás doboz. Igen, nokiás doboz, amelyről kiderül, hogy nem volt nokiás doboz. Tehát azt mondom, jó napot kívánok, nokiás doboz, ez végigtolom mindenhol, ennyi ezres fér bele, különböző csapat, stb. Ezzel meg lehet nyerni egy választást, miközben nyilván itt is, meg ott is lehet találni korrupciós dolgokat. A legrosszabb az, hogy a korrupció az nem, hogy jelen van Magyarországon, hanem él és virágzik, sőt, minden eddiginél magasabb. Az is korrupció, ami nem tudom, a TAU pénzekkel történik, hogyha nagyon egyszerűen, szóval, tehát a vállalat nem odafizeti be az adót, uh-huh. hanem elkülöníti felcsútnak, és így tovább, és érdekes, felcsút kapja a legtöbbet, ez a korrupció melegágya. Magyarország miniszterelnöke, amióta a TAU törvény életbe lépett, elvileg már nem Magyarország miniszterelnöke, mert bár le kellett volna mondani, hogy a kormány jelentős részének tele van korrupciós ügyel a kormány, miközben tehát nem tudok olyan elemet mondani, nem tudok olyan politikust vagy olyan tárcát mondani, amelyikhez ne kapcsolódna valamilyen korrupciós ügy, miközben nyilván annak idején az MSZP-SZDSZ kormányoknál is 2002 és 2010 között is rengeteg volt. Ilyen négyes metró bármiről lehetne beszélni. Az emberek ezt persze, hogy pontosan értik. Uh-huh. A letelepedési kötvényeket is értik, hogy 20 ezer ember bejön ide Magyarországra, Kínából, meg nem tudom, mindenféle cég, meg egyéb típusú átvilágítás. Nem ugye, hogy bevándorlási különadót is kell majd fizetni. Nem, hát nem. Sok cégnek. Nem, ezeknek az ügyvédi irodáknak, nem, akik a papírokat ha valaki profitál ebből, akkor ők. Iszonyatos pénzeket profitálnak, miközben mi itt elvileg matekozunk 1294 emberen. Tehát az egész egy teljes abszolút. Értik ezt az emberek, csak amikor ezt ajánlatták kéne gyúrni, vagy valami, hogy mondjam, a Fidesszel szemben kéne a jelenlegi hatalommal szemben megfogalmazni, hogy ez miért nem jó, és mit kéne helyette csinálni, akkor viszont ez az egész elmászik, ez pedig már szerintem az ellenzék felelőssége, uh-huh. egy ilyen tagoltatóbizált ellenzék, amik azt se tudja, hogy mi van, azt se tudja, hogy milyen témát hogyan dolgozzon szerintem fel és csinálni. Azért a Fidesz ezt ügyesen csinálta most is, a 2018-as De nem baj, nem ünneplem meg őket. Nem, én nem azt gondolom, hogy ünnepelni kéne őket, de ha megnézzük, hogy a politikai kommunikációban ugye mindent beterített a migráns, a terrorizmus, uh-huh. a félelemkeltés, az egy szuper takaró, ami minden korrupciós mocskot maga alá temetett, és szerintem ez történt, hogy hiába, hogy tudják az emberek, hogy a polgármesternek is kell csurgatni, meg a rendőrt is lefizettem, meg mit, akkor jutok előrébb a kórházban is, hogyha tejelek, és viszem a borítékban a pénzt. Mégis az van, hogy jó, de hát csak a migráncsoktól mentsen meg valaki.
És hogy ez nagyon szomorú, de hogy teljesen működőképesnek tűnik. Azért érdekes, hogy azt mondjátok, hogy ez elég kilátástalan, mert hogy Hatházi Ákos ugye pont az egyik fő témájának eddig is ezt tartotta a korrupció elleni fellépést, meg most is, viszont már nem az LMP tagjaként, mert hogy kilépett a mandátumát, meg nem adja vissza, ezzel folytatjuk most. Hatházi Ákos kilép az LMP-ből. A civilben állatorvos, egykor a Fideszben tevékenykedő, korrupcióellenes témákat vívő politikus mandátumát megtartja, és független képviselőként folytatja tovább. Az LMP egykori társelnöke azután döntött a távozás mellett, hogy miután a párt fegyelmi bizottsága megbüntette azért, mert a választások előtt az ellenzéki és különösen az MSZP-vel való összefogás mellett kardoskodott, sőt az etikai bizottság még súlyosbításért fellebbezett is az ügyében. Az LMP köszöni Hatházi Ákosnak az elmúlt években végzett antikorrupciós munkáját, és sajnálják, hogy a távozás mellett döntött. Hatházi Ákos az LMP listáján jutott be a parlamentbe, ezért a párt azt kéri tőle, hogy adja vissza a mandátumát, mert a továbbiakban nem az LMP-t fogja képviselni. Sallai Róbert Benedek az LMP-ből korábban éppen Hatházi ellenes agresszív kirohanásaiért kritizált politikus örült a kilépésnek. Szerinte, idézem, a Fidesz szekerét tolja Gyurcsány, az MSZP és Hatházi is. Ilyen ellenzékkel még 2028-ban sem lesz kormányváltás, az emberek többségének ezekből van elege. Nekem is. Persze, hogy Orbánra szavaz mindenki, a közülük és Orbán közül kell választani. És nekem még volt egy kedvenc mondatom Sallai Róbert Benedektől, hogy remélem az LMP tanul ebből az esetből, és az érték nélkülű narcisztikus szerencselovagok ideje leáldozik. Az így jó értékelés, hogy a teljes magyar, nem tudom, politikusi palettáról így az ellenzéket is beleértve. Egyébként pont amiről beszéltünk, tök jól kapcsolódik, tehát amikor elmondtad, hogy mekkora a korrupció, tehát hogy kitől szabadulja meg az LMP-n a pont, hogy Hatházi Ákostól, és én pont végig gondoltam ma itt a műsorra készülve. Várjál, hogy... itáljunk meg egy pillanatot. Jó, tehát, nem szabadul meg tőle, ezt akartam kérdezni, hogy tényleg kiszorították, vagy ő mondta azt, hogy velük akkor most már nem. Ezt, hogy őt most eltiltották 2 évre mindenféle pártbeli tisztségétől, és ezt még súlyosbítani akarják? Igen, és akkor gyakorlatilag ő az, aki most így önként dalolva távozott, még mielőtt nagyon megalázó lett volna a helyzet, de pont azon gondolkoztam, hogy az elmúlt években szerintem a legkomolyabb ellenzéki tevékenység az az ő korrupció infója volt. Úgy. Tehát, hogy ez abszolút kimagaslik, és hogy azok az emberek, akik most egyébként az LMP-n belül őt vegzálják, beleértve Sallai Róbert Benedeket és társait, hogy gyakorlatilag ezek az emberek mit tettek le az asztalra ezekhez, a korrupció infókhoz képest, hogy gyakorlatilag Hatházi Ákos oknyomozó újságírók munkáját végezte el, és gyakorlatilag ő nyújtotta a legszebb oknyomozó újságírói, az egyik legszebb oknyomozó újságírói teljesítményt az elmúlt években, arról nem is beszélve, hogy az én szememben ő a leghumanoidabb politikus a mai napig, aki úgy vállalja az érzéseit, meg így beszél arról, hogy ja, hogy ő egyébként ki van borulva attól, hogy mi történt április 8-án, uh-huh. hogy hogyan megbukott a koordináció, és az a mondat engem nagyon szíven ütött, amikor olvastam, hogy azért fosztották meg pártbeli tisztségeitől, mert koordinálni akart ellenzéki oldalon, tehát gyakorlatilag azért bünteti őt a saját pártja, ami elvileg egy ellenzéki párt, mert hogy kormányt akart váltani, úristen! És akkor ezek után könnyen mondja az ember, hogy az LMP-s mit márja pártja, uh-huh. amikor például az ő kisfia Ungár Péter ott mindenféle pozíciókat szerez ugye Hatházi Ákossal szemben, és hogy most akármit magyaráz Ungár Péter, az ő kezében is van a figyelő, ami ezt a gyönyörű MTS listát, meg a soros listát előadta. Úgyhogy nem tudom, miről beszélni. Jó, de egy párt megszavazta mondjuk ezt az elnökséget, meg ezt a vezérkart az LMP-ben. Igen, de hogy arról van szó, hogy valószínűleg tehát az LMP valószínűleg iszonyatosan nagy fókusztévesztésben van, és ahelyett, hogy levonták volna mondjuk a tanulságait az április 8-ai buktának, ehelyett el vannak foglalva megint a saját gittegyletükkel és a saját mindenféle cica harcaikkal, miközben csak arról feledkeznek meg, hogy egyébként kéne valamit mondani a választóknak, akik egyébként így meg vannak ütközve azon, hogy ja, hogy tulajdonképpen most akkor a civil szervezeteket embercsempészeknek kellene gondolni, meg hogy így
De ők nem akarnak mondani semmit a választóknak, ez már a választás előtt is kiderült. Ja, semmi, egyetlen egy dolog foglalkoztatja őket, hogy valamilyen módon ezt a rendszert, amiben ők élnek, ezt életben tartani és ott lenni a parlamentben. A demokratikus koalíciót is ezt tartja életben. Az LMP-t is, az MSZP-t nem, amennyiben az MSZP bizonyos nyitásokat megejtett, de ezek az emberek, hogyha összetesszük a választás előtti nyilatkozatokat, illetve folyamatokat, akkor azt mondjuk, hogy abszolút nem érdekeltek semmiben, nem hogy kormányváltásban, semmiben az égvilágon. Abban, hogy ott legyenek, és valamilyen módon legyen ráhatásuk a magyar politikára, ha innen nézzük, akkor legyünk bátrak, és mondjuk ki, hogy valóban van a Fidesz, és van az összes többi párt, amelyik a NER része. Ezt, hogy mondjam, amikor én először hallottam ezt a kifejezést, hogy az összes többi párt a NER része, akkor felröhögtem, de most, hogyha összetesszük ezeket a dolgokat, akkor ez teljesen egyértelmű. Tehát, hogyha csak az LMP-t nézem, igen, megbüntetik Hatházi Ákost, a legtisztább embert, az ember tragédiája, ezt nyugodtan lehet mondani, és hogy mit tett le az asztal a Sallai Robert Benedeket asztalra, nem földre vitte Hatházi Ákost, tehát ez volt a legjobb teljesítménye, hogy most ezt is mondjuk el. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat összetesszük, az LMP, hogyha visszalép Budapesten, akkor nincs meg a kétharmad, ennyit kellett volna tenni, nem többet, és még nyilván ez egy normális hát azt mondom, lépés lett volna a részükről, miközben ők azt mondják, hogy az MSZP-vel és a többi párttal szemben határozzák meg magukat, ez rendben van, csak hát lett volna egy magasabb eszme, hogy leváltsák ezt a hatalmat, végig erről beszéltek. Tehát innentől kezdve az egész LMP hiteltelen, a társelnök Szél Bernadett az nem tudom, hogy miért elnök, nyilván újra választották és ő ennek örül, de megbukott, tehát neki el kellett volna menni. Az elnökségi tagok közül, akik pedig tovább szolgálnak, például Ungár Péter, le kellett volna vonni a konzekvenciát, és nem nagy hangon beszélni ugyanazokra a dolgokról, mint április 8-án. Kellett volna lépni a politikai életbe, úgy összességében. Azt mondtad, hogy én azt mondom, hogy teljes szereptévesztésben vannak, és amikor bemennek a tévébe, és adnak egy interjút Egonnak, vagy neked az Egyenes Beszédben, és kijönnek, bekapcsolják a telefonjuk, és nézik, hogy hány lát, fú, mekkora, milyen fasz a gyerek vagyok, és hogy nézegetik. Azért szerintem azt lássa ellenzéki pártok politikusok is csinálják, és láttunk már ilyet. Igen, és még egy, hogy ugye a korrupció, hogy Hatházi Ákos mellett például ugye a 24-nek volt egy nagyon erős tényfeltáró munkája a választás előtt, ugye az Elios botrányát. Uh-huh. Azt heteken keresztül közérthetően, világosan emberek rengeteg pénzt, iszonyatos pénzt önkormányzatokkal, politikusokkal, oligarchákkal együtt ellopta. Megértettétek? De hogyha ez a kép igaz, amit most itt elég egységesen mondtok, akkor a választók ezt egy idő után majd ugyanígy észreveszik, és megvonják a bizalmat. 14-be se vették észre, 18-be se vették észre. De akkor meg lehet, hogy ti látjátok rosszul, nem? És lehet, hogy annak az LMP választónak mond valamit. De szerintem van-e alternatíva, hogy be lehet lépni az Amnesty-be? Most komolyan. Kiváló alternatíva, de nem fogunk választásokon indulni. De nem csak ezért mondom, nem fogunk pártpolitikára gondolni. Én azt gondolom, hogy ebben az országban valaki semmit nem akar tenni a változásért, és az emberekért, az menjen-e politikusnak. Tehát, hogy Ungár Péter útja, tehát ha valaki tényleg nagyon így... Nagyon a brögyödben van. Igen. Igen. Jó, hát és, akkor... Szóval azt gondolom, hogy ha valakiben tényleg így ott buzog, hogy ő szeretne valamit tenni, és elég van ebből az egészből, akkor... És az ilyen magányos harcosok, mint mondjuk aki most válik Hatházi Ákos így függetlenként, vagy mondjuk ide sorol Mellár Tamást is, aki hát honnan érkezett most így. Igen, csak ez két ember, hogy Mellár Tamás elkezdi megszervezni. Ők tudnak valamit csinálni? Hát szerintem igen? Biztos, hogy tudnak. Én egyébként arra buzdítanám az összes tévénézőt, akinek van Facebookja, hogy kövesse be a Hatházi Ákost, mert ott nap mint nap... Most 100 000-re fog Hatházi Ákos oldalni. Egész szemékes vagyok, mert percen belül. De hogy ott egyébként nap mint nap tényleg megtudhatja az ember, hogy mi a helyzet. Tehát ő egyébként továbbra is egy ilyen szorgos hangyaként végzi a munkáját. Bocsánat, ugyanolyan szisztéma szerint kezdte el Pécset vagy Baranyában megszervezni a mozgalmát, Mellár Tamást, még egy kicsi mozgalom, amilyen szisztéma szerint annak idején a Fidesz elkezdte a polgári köröket, vagy Orbán Viktor, Monagában nem tudom, elkezdte szervezni a polgári köröket. Ugyanaz a szisztéma, tehát itt ebben van csak Mellár Tamás, Hatházi Ákos, mondjuk még egy embert, akire azt tudjuk mondani, hogy igen, fetetetlen, korrupcióellenes, jó szervező, jól beszél, van stratégiája, van ajánlata, vezető típus, stb. Mondjunk ilyeneket. De igazából már nem is kell hozzá, de most már így elég talán. Három. Elég a... De szeptembertől már folytatja. Igen. Sőt, képzeljétek el, hogy itt volt reggel Tordai Bence, és mondta, hogy már berendezték neki a szobájában, a parlamenti szobájában a gyerekrészt. Nagyon helyes. Ez így rendben van. Van még időnk keret témára, vagy jön a foci? Röviden. Azt nem túl beszélni, azt úgy csak nyugodtan beszéljük végig, felajánlom a futballt. Picit aztán kedvezzünk neki is. De hogy, szóval én azt látom még itt nagyon röviden, hogy most nyilván az ellenzéki pártok is
nagyjából tökéletesen elhiteltelenedtek egy-két arcot kivéve, és én a jövő mozgásának azt látom, hogy kiemelkedik egy-két figura, de nem csak a konkrétan a pártok kötelékéből, hanem a közéletből, vagy akár a teljesen civil szférából, és azt látom, hogyha, tehát hogy én azt érezném jónak, vagy azt gondolnám jónak, hogyha egyre több olyan figura lenne, mint Hatházi Ákos, akik a maga kis ügyüket nagyon következetesen viszik végig, és ez egy borzasztóan lassú építkezés, de hogy ha sokan vagyunk, akik bevállalunk bizonyos témákat, akkor tudunk közösséget építeni magunk köré, és ha összefogunk, akkor ebből létre tud jönni. Szerintem egy sokkal pezsgő közélet. Nem adélnak kéne valami mozgalom, vagy valami erdő? Jaj, ne. Csak itt egy lehet, van erre. Csak itt egy lehet, az elég, hogy párt ne legyen. Na, azt egyelőre nem tudom, hogy az építkezés, meg a kiemelkedés, meg a magyar foci. Így egy mondatban. Ezt így hogy lehet, de lehet, hogy az új szövetségi kapitányunk tudja, mert most már ilyenünk is van, mutatjuk, hogy kicsoda. Az olasz Marco Rossi váltja a belga Georges Leekens-t a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztján. Bár Leekens nem tart igényt végkielégítésre, de lapértesülések szerint így is a kimagasló fizetése miatt jelentős összegbe került Magyarországnak az egyetlen győzelmet sem felmutatni képes kapitány. A Policy Agenda intézett tanulmánya szerint az elmúlt 8 évben jelentősen megváltoztak a költségvetés hangsúlyai. A jóléti rendszer leépítésével nagyon jelentős átalakítást hajtottak végre, de nőtt a kiadások aránya a szórakoztatás területén. Ennek a növekedésnek a legnagyobb haszonélvezője a sport volt, amely terület a plusz források 45%-át vitte el. Na itt az előbb elhangzott egy rövid párbeszéd, szerintem ebben minden benne van. Murányi András azt mondta, hogy ez egy jó csávó. Júli meg azt mondta, hogy halál mindegy. Köszönjük szépen. Jó, és ez egy kicsit bővebben. Egyébként az érdekes, hogy az ötödik nemzet fia, tehát aki nem magyar szövetségi kapitány, most az olasz. Tehát ilyen szempontból még nagyon befogadóak vagyunk. Hát nézd meg, hogy a felcsúlt labdarúgó csapatában hány légiós van, és honnan érkeztek. Hogy beválnak. És hogy van-e színes bőrű köztük, és nagyon halkan mondom, elnézést kérek. Aha. Tehát, hogy ha ezt nézzük, akkor Magyarország az bevándorló ország. A labdarúgó NB1-et nézzük, Magyarország bevándorló ország. Még egyszer mondom, hogy mindenki értse, de a labdarúgó NB2 is. Orbán Viktor kedvenc sportjáról beszélünk. Ugye bevándorló ország. Ott mindent lehet. Egyébként a sport, illetve a futball költségvetése visszatérve, hát azt a pénzmennyiséget, amelyet 8 év alatt megkapott a magyar futball, ha ez Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, és nem tudom melyik környező ország kapja még meg, ahol szintén nem volt jó struktúra, nem voltak olyan jók a fizetések, stb., akkor ott már nem tudom olyan, nem tudom, a Real Madridnak a keretének a felét már ezek a játékosok kellenének, hogy alkossák. Miközben ezek a környező országok jóval kisebb pénzből, jóval rosszabb struktúrával és egyébbel, részint ott vannak a világbajnokságon, részint vannak labdarúgóik top csapatokban, stb. Tehát itt is ugyanaz a probléma van, hogy iszonyatos pénzt fordítunk valamire, amihez nem találtuk ki a struktúrát, amit nem tettünk transzparensé, aminek az élére nem neveztünk ki szakembereket, mert például az MLS elnöke Csányi Sándor nem szakember, hanem egy nagyon kedves futballszurkoló bácsi. Meg aki egy jó üzletember amúgy. És egy kiváló üzletember, tehát ő az OTP elnök vezérigazgatóként Csányi úr, igen, akkor az MLS-ben Sanyi bácsi lesz a futballszurkoló, és elnézést kérek tőle, de ez történik, mert nem veszi körül magát olyan szakemberekkel, akik például ki tudnak választani egy nem Georges Leekenst, akiről kapásból a, nem tudom, legalább 5 olyan cikk született, hogy ezt az embert ne hozzák ide. És ez mennyibe fájt nekünk egyébként? Mert ilyen nagyon más számokat 100, lehet hallani. 100 millió, 200 millió, szerintem teljesen mindegy, mert ezt mellé zsebből valaki kihúzhat, tehát egy gyöngébb közbeszerzés, mert nem tudom. Tehát ezzel nincs semmi probléma, hanem az egész tudatlanság, koncepciótlanság, ami mögöttem, hogy idehozunk egy 68 éves bácsit, aki 24 csapatnál megfordult 32 év alatt, tehát egy évnél sokkal többet nem töltött el sehol, tehát valószínűleg valami probléma lehet vele, de mi idehozzuk, és Sanyi bácsi felolvassa papíron, hogy őt hogy hívták annak idén, amikor belga válogatott játékos volt, meg hol volt, meg mit csinált, mosolygósan, könnyező szemmel, a Leekens belül folyamatosan felcsúti vippáhajba, és elmondja, hát Orbán Viktor magyar, hát úristen, hát ez egy hérosz, ez egy isten, atya úristen, nem tudja már fokozni a jelzőket, miközben kiderül róla, hogy teljes kamu az ember. A labdarúgó válogatott játékán, a laikus is felfedezte,
írmagját nem lehetett a futballsportnak fölvetni. Ez valami elképzelésnek, hogy mit csinálnának a védők, hogyan nyitnának folyosó terület, semmit érdekes az égvilágon. Érdekes az, hogy itt a lányok hogy reagáltak. Majd én abszolút már csak nevetni tudod rajta, rajtad meg azt láttam, hogy tényleg ez dráma. Én mérges vagyok, hogy ennyi pénz megy el erre, igen. Akár erre a Lékenszre, akár majd Rosszira, vagy tőlem tényleg lehet bárki. De az egy jó csávó, azt mondtam. És olasz, szereted az olaszokat. Nem Szél Jackie-ben van, hanem egy tisztességes olasz zakon van rajta, azért az szabászathoz értenek az olaszok, néha a focihoz is. De nézni hogy, jobb lesz. Én nem tudom, tehát, hogy miért nem a közoktatás, vagy tényleg miért nem a gyerekéhez. Én nagyon demagóg vagyok ma, de tényleg elegem van ebben, hogy egy csomó hülyeségre elkölt egy valak pénzt az ország, tisztességes embereket börtönbe dugunk, gyerekek meg sejmedjenek és legyenek boldogtalan felnőttek. Futballimádóként mondom hát, ugyanezt, amit te futballimádóként mondom ugyanezt. Ez már így tarthatatlan szerintem. De, az egésznek nem csak az az értem, hogy lehessen hol legálisan verekedni, mármint ennek az egész ilyen foci őrületnek, vagy így. Igen. Vagy mi? Miről szól ez az egész? Én ennyit látok belőle. Van, tehát, hogy ez nagy üzlet mindenhol, csak akkor legalább csinálják, úgyhogy tényleg eredményes az, legyen. Az úgy nem ártam. Mert nem tudom, hogy nincsenek szakemberek, nincs kitalálva az égvilágban semmi. Egy példát mondok, Csányi Sándor annak idén 2010-ben iktatták be. Azt mondta, hogy 2018-ra kell egy nagyévű program elkészült, nem tudom, hogy kik tették össze, de semmi nem valósult meg belőle szinte. Az átlag nézőszámnak 10 000-nek kéne lennie pályánként. Összesen egy fordulóban van 10 000 ember. Tehát még az se jött össze. Nem érdekli az embereket. Miért nem érdekli az embereket? Nem érdekel. Tehát én is oda kapcsolok a Real Madrid mérkőzését, meg tudom nézni, mert látom, hogy ott valami történik. NB1-es mérkőzésre kapcsolok, ásítozok, kimegyek egy sörért, elszívok egy cigarettát, nem is cigizem. Ami viszont a napirén kívül még érdekli az embereket, az az egyenesbeszéd. Nem áll. Sok felértekezés. És hogyha szerda, akkor pedig Trütkó várja a nézőket, és már ott is van. Szia, képzeld el, hogy szerintem Hadházi Ákos, aki jön hozzád, most 100 000-rel növelheti a táborát, mert Adél azt mondta, hogy be kell követni Hadházi Ákost a Facebookon, úgyhogy ez a jó hír neki. És miért mondta ezt? Mert hogy szerinte ő a hős, aki a korrupció infokban tanítani való dolgokat csinál. Én pedig összegyűjtöttem Hadházi Ákos korábbi nyilatkozatait, mert én szeretek politikusokkal bizonyos dolgokat kimondatni, hogy utána esetleg a saját maga kérdésére válaszoljon. Így például, amikor Hadházi Ákos azt mondta, hogy ha 2018-ban nyer a Fidesz 50% fölött, akkor ő egészen biztosan nem folytatja a parlamenti munkát, mondta Hadházi Ákos, aki ma bejelentette, hogy kilép az LMP-ből, de nem adja vissza a mandátumát, és ott fog ülni a továbbiakban is a parlamentben. Hát akkor ez most hogy? Így hangzik a klasszikus újságírói kérdés. Érkezik Molnár Zsolt az MSZP részéről, nekem meg legyen annyi millió forint, ahányszor ettől a pártól azt hallottam, hogy megújulunk. Most kíváncsi vagyok, hogy ez a megújulás, ez mit jelent, és mennyiben más ez a megújulás, mint a korábbi megújulások. Aztán az MTA kutatóinak listázásáról, vagy listába vételéről beszélgetek Tamás Gáspár Miklóssal, de hogyha még egy dolgot szabad ajánlanom, akkor személyes nagy kedvencem Mező Misi is érkezik a Magnacum Laude frontembere, aztán nem is 2, hanem 3 vagy 4 végén égette azt a bizonyos gyertyát, hogy némi képzavarral érjek, aztán egyszer csak megtért, és a héten teológián diplomázott, úgyhogy végzett teológus lesz. Mit kezd a teológiai diplomájával? Elképzelhető, hogy Magyarország legtetováltabb lelkészével fogok ma este beszélgetni, ez is kiderül, meg lesz még sok minden más is. Várjuk, köszönjük Molnár Zsoltól, Mező Misiig, ez igazán jó kínálat, jó munkát, nézzék Trütkót és az egyenes beszédet egy rövid híradó után. Köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek köszönöm a figyelmet, holnap este is naphíre szép estét.